Tatai szerez labdát. Tatai még mindig. Ott van még mindig Tatai. Faragó, és ott a gól! Gerencsér Antal találatából vezet a Veszprém. Hölgyeim és uraim, Gerencsér Antal találatából megszerezte a vezetést a Veszprém. Gerencsér. Dorogi. Gyönyörűen látta meg Tatai. 2-0. Hölgyeim és uraim, Tatai József találatával 2-0-ra vezet a Veszprém. Szépít a Debrecen. Tóth a gólszerző. És kiegyenlít a Deac. Harmati. És megfordítja a mérkőzést a Debrecen. Hölgyeim és uraim, Harmati Tamás találatával 3-2-re vezet a Deac. Előfordulhat, hogy hibáztak a játékvezetők. Ott van a harmadik veszprémi találat! Hölgyeim és uraim, Gerencsér Antal találatával kiegyenlít a Veszprém. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben, amit ugye nyilatkoztam is, hogy a helyzet kihasználásunkkal javítani kell, sajnos ez nem történt meg. Amennyiben az első fél időben jobban koncentráltunk volna a helyzeteinknek, akkor valószínűleg a második fél időben a Deacnak ki se kellett volna már jönni. De Faragó végig meccsbe tartotta őket, sőt a mérkőzés legjobb játékosa címet is elnyerte, mondom én, az ellenfél edzője. A második fél időben ugyanott folytattuk, ott is helyzeteket meg zicsereket puskáztunk el, és sajnos törvényszerű, amikor ennyi helyzet meg ennyi zicser kimarad, akkor az ellenfél, hogyha rúg egy gólt, akkor utána egy picit mentálisan beesik a csapat, főleg az enyém, amelyik ennyire fiatal. És utána a Deac megfordította a mérkőzést, a javára fordította, de a csapatot viszont dicséri, hogy nem adta föl, ment tovább. A végén is voltak lehetőségeink, kapufát rúgtunk, jó mérkőzés volt, elhullajtottunk 2 pontot. Az első fél idő a Veszprémé volt, bár úgy gondolom, hogy megvoltak nekünk is a lehetőségeink, csak addig, amíg a Veszprém lövésre tudta befejezni az akcióit, mi sajnos nem jutottunk el lövésig, ezáltal elég sok kontrát kaptunk, úgyhogy emiatt szomorú vagyok egy kicsit, hogy a megbeszélt dolgokat nem sikerült elég hatékonyan játszanunk a védekezésbe. Megbeszéltük a fél időben, azt gondolom másodikban egyértelműen nekünk állt a zászló. Visszahoztuk a meccset, 3-2-nél le is zárhattuk volna, több nagyobb lehetőségünk volt a végén is. Kiderül a bajnokság alapszakasz végén, hogy ez az egy pont elég, vagy pedig kevés. Csapatként jól játszottunk, főleg a második fél időben azt gondolom, hogy teljes mértékben ült az a játék, amit megbeszéltünk, és elég sok gólhelyzetet tudtunk kialakítani. Ezzel most hadilábon állunk, hogy ezt értékesítsük, de hát van még 3 mérkőzés, küzdünk, ameddig van lehetőség matematikailag a felsőházra.